1921. január 19-én született Szekszárdon Mészöly Miklós, a magyar próza meghatározó személyisége. A centenáriumi évet a szekszárdi önkormányzat Mészöly emlékévnek nyilvánította. A városnak kiemelkedően fontos, hogy emlékezzen azokra az alkotókra, akik ide kötődnek, és ebben kiemelt helyet foglal el Mészöly Miklós, mondta az emlékév nyitó sajtótájékoztatóján Gyurkovics János alpolgármester. Szekszárd megyeigó város önkormányzata közvetlenül és a bizottságain keresztül 13 millió forintot biztosít az emlékév méltó megünneplésére, és ez már az előkészületek a tavalyi évben elkezdődtek költségvetésből, és azt kell megemlítenem, hogy teljes konszenzus, teljes egyetértés alapján folytatódik az idei évben is, és hát természetesen a 2021-es költségvetésben is ennek lesz sora. Az év során számos rendezvényre kerül majd sor, több kötet lát napvilágot és Bábés színházi előadás is készül, felelevenítve a mészői életmű fontos állomásait. Az emlékév végén pedig szobrot avat majd Szekszárd, az író megformázására már kiírták a pályázatot. A mai ünnepségen koszorút helyeztek el Mészöly szülőházán, ahol Szollád Dávid irodalomtörténész méltatta az írót. Mészöly művei ablakot jelentettek a külvilágra. Ez az a kor, amikor minden, ami egy érdeklődő olvasónak, egy értelmiséginek érdekes volt a külvilágból, arra törpefejű kultúrpolitikusok és kultúrharcosok azt mondták, hogy dekadencia, meg még csúnyábbakat, polgári csökevény. Az emlékév részeként kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került a Vármegyeházán, az illusztrációk Mészöly meséi alapján készültek. A megye 14 általános iskolájának összesen 141 tanulója küldött be pályamunkát, ezt bírálta el a szakmai zsűri.